Kalocsa városának testülete tavaly nyáron fontos döntést hozott az építményadóval kapcsolatban, ugyanis megszavazták az emelést. Ezt az adót 2015-től bármely településnek lehetősége van a kivetésre, melyet az önkormányzatok illetékességi területükön rendeleti úton vezethetnek be, és saját jogkörükben dönthetnek a mértékéről. Városunkban építményadó köteles az önkormányzat helyi területén nem lakás célra, azaz vállalkozásra szolgáló építmény, valamint a nem magánszemélyi tulajdonban álló lakás. A változás abból áll, hogy 520 forint per négyzetméter per éves árról 5000 négyzetméterig 700 forintra, 5000 négyzetméter feletti területre pedig 550 forintra emelkedett az építményadó mértéke. Az illetéke először 2018 márciusában fognak találkozni az első helyi adórészlet befizetésekor, amit majd kettő részletben kell rendezni. Azoknak az adózóknak, akik már korábban is adóalanyok voltak, tehát 2017. december 31-e előtt is, nekik nincsen különösebb tennivalójuk, tehát ők majd a készhez kapott értesítő alapján fogják megfizetni a megemelt építményadót. Van egy másik fontos tudnivaló ezzel az adóval kapcsolatban, amely 2018. január 1-től lépett hatályba. A helyi adótörvény kibővítette az építményadótárgyában az adókötelezettségek körét, és bekerült egy új adótárgy a szabályozásba, mely nálunk mentességet élvez. Ez az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló reklámhordozó. Tekintettel arra, hogy Kalocsán bevezetésre került az építményadó, ezért a képviselőtestületnek ez ügyben döntést kellett hoznia, hogy kívánja-e Kalocsán adóztatni a településkép védelméről szóló szerinti reklámhordozókat az ingatlanokon, illetve mit kíván tenni ezzel a területtel, hiszen a jogalkotó, illetve a jogalkalmazó nem szűkítheti az adótárgyak körét, melyet a törvény külön szabályoz. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót, illetve az aktuális tudnivalókat az önkormányzat weboldalán lehet megtekinteni.